Itt van egy lehetőség most Győr városában, hogy Győrt is felszabadítsuk a Fidesz uralma alól, és ebben kiváló jelöltet talált itt az ellenzéki pártoknak az együttműködése Porreisz Balázs személyében. Villámcsődület ellenzéki módra az egyik győri sörözőben szerdán bemutatta közös polgármester jelöltjét az ellenzéki összefogás. Korábban mindenképpen civil jelöltet kerestek, ám a kiszemeltek közül végül senki sem vállalta, hogy harcba szálljon a győri polgármesterségért. Így kényszer megoldásként az MSZP-s Porreisz Balázs lett a jelölt. Ezek a civilek sajnálatos módon én azt tudom mondani, hogy ebben az országban és a városban is a fortélyos félelem igazgat, és ők sajnálatos módon főleg vagy a saját, vagy a szervezeteiknek a félelmei miatt végül is nem tudták elvállalni, és ezért hoztuk meg azt a döntést, az ellenzéki pártok közösen felkértek arra, hogy vállaljam, én ezért vállaltam ezt a döntést. Porreisz a saját körzetében is kikapott fideszes vetélytársától az október 13-i választáson, így csak listán került be a közgyűlésbe. Ennek ellenére bizakodó, és azt mondja, ha megválasztanák, tudna együtt dolgozni a fideszes többségű testülettel. Azt a döntést hoztuk meg közösen, hiszen amikor a civil jelölteket kerestük, akkor is ugyanerről beszéltünk, hogy ezt hogyan lehetne. Én azt gondolom, hogy nem párt alapon kell megközelíteni ezt a dolgot, hogy fideszes, vagy MSZP-s, vagy DK-s, nem így kell megközelíteni a dolgot, hanem úgy, hogy tisztességes győri. Én minden tisztességes győrivel a közgyűlésben együtt tudok működni, és biztos vagyok benne, hogy a Fidesz soraiban is ülnek ilyen emberek. Az ellenzéki polgármester jelölt programjáról keveset, lehetséges fideszes vetélytársáról pedig egyáltalán nem beszélt a sajtótájékoztatón.